Üdvözöllek benneteket, Mikuska Judit vagyok, a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ magyar tanára. Babits Mihály lesz a mai óránk témája, Babits Mihály szerepével fogunk foglalkozni a magyar irodalomban. A század előn két nagy hatású költő indulása formálta a magyar irodalmat, az egyik Ady volt, akivel foglalkoztunk az előző órákon. Ugye Ady másként látta a magyar valóságot és máshogyan ábrázolta azt, Babits Mihályról pedig elmondhatjuk, hogy másról szól és másként is ábrázol. Nagyon sokat elmond róla az a részlet, amit most föl fogok nektek olvasni. Szabó Lőrinc írt a megemlékezésében Babitsról a következőképpen. Századszor, ezredszer lapozom az összes verseket. Hátra, előre. Mindenütt élet, élet. Nem teljes élet, de igazi és mélységes. Sorokon ámulok újra meg újra, műveken és képeken. S hirtelen az utókor jut eszembe és az olvasók. Fog ez kelleni? Minden esetre mindig lesznek, s hiszem, hogy mindig többen lesznek, akik tudni fogják, hogy ki volt Babits és mit adott nekünk. Aki végigéli verseit, mindennek jobban fog örülni. Jobb és gazdagabb ember lesz. Többet mondanak majd az összes érzékei. Érteni fog a szó varázslataihoz, a szépség felfedezéséhez. Színesebb lesz, lényeglátóbb és léleklátóbb. Tömörebb és gyorsabb. Meg fog ijedni, és erősebb lesz. Érdekesebb, frissebb, élőbb lesz a világa, bölcsebb és játékosabb. Rájön, hogy az új, ha nagyon jó, már nem is új. Sok konvenció lehámlik róla, és szabadulni fog sok hazugságtól. Megutálja a fecsegést. Fogékonyságot, közvetlenséget, bátorságot tanul. Őszintességet és gazdag egyszerűséget. Bensőséget, szeretetet, szerelmet. Örömöt még a fájdalomban is. Közelebb jut saját egyéniségéhez, pontosabban fogja látni magát az örök dolgok közt. Tiszta, becsületes tankönyvet kap. Így tanít minden nagy költő. Erre tanít Babits is. A legnagyobbak és legigazibbak egyike. Itt szól tehát a részlet, amit Szabó Lőrinc tollából idéztem. Szabó Lőrinc nagy tisztelője és barátja volt Babitsnak. Hogyha nagyon röviden szeretném összefoglalni és tömören, hogy ki volt Babits, vagy mivel foglalkozott, akkor azt mondom, hogy költő, regényíró, műfordító. Persze, ha egy kicsit mélyebben beleásunk Babits életébe, akkor rájövünk, hogy ettől sokkal több volt, sokkal több mindennel foglalkozott, és sokkal mélyebben. Amit fontos még elmondani róla, hogy a Nyugat nemzedékének, a Nyugat első nemzedékének a tagja volt, és nem csak alkotója, hanem szerkesztője és főszerkesztője is ennek a lapnak. A Baumgarten Alapítvány főkurátora, és ez ugye azt is elmondja róla, hogy nagy hatást gyakorolt korában az irodalmi életre. 1883-ban született Szekszárdon. Az elemi iskoláit szülővárosában, Pesten és Pécset végezte. A családja jogásznak szánta, de ő magyar-francia szakra iratkozott a bölcsészkaron, tanárjelöltnek, aztán a franciát latinra cseréli. A híres Négyesi László stílus gyakorlatain ismerkedik meg Kosztolányi Dezsővel és Juhász Gyulával. Hosszú ideig ezután tanárként dolgozik. 1904-től jelennek meg első versei. Ezt követően Osváth Ernő meghívja a Nyugat szerzői közé, és ekkor lesz a folyóirat munkatársa, majd szerkesztője, főszerkesztője és tulajdonosa egészen a haláláig. Babits halálával egyébként a Nyugat meg is szűnik, tehát az ő halála fejezi be ennek a nagy és ismert folyóiratnak a kiadását. 1921-ben feleségül vette Tanner Ilonát, aki szintén irodalommal foglalkozott, írói neve Török Szofi.
1934-ben felfigyelnek arra, hogy nagyon nehéz a légzése. Az orvosi diagnózis azt állapítja meg, hogy gégerákja van. 38-ban meg is operálják, és ennek következtében nem tud majd beszélni. Nagyon érdekes Babits életműve szempontjából is, és egyébként a magyar irodalom szempontjából is az, hogy hogyan beszél, hogyan kommunikál ezután a környezetével. Ugyanis beszélgető füzetei lesznek azok, amivel kapcsolatot teremt a külvilággal, és egyáltalán ami által meg tudja osztani a gondolatait. Ez a műtét után javul az állapota valamelyest, de 1941-ben meghal. Babitsot különösképpen érdekelte a regényírás és a prózaírás is, és olyan jelentős regényeket írt, mint például a Gólya Kalifa. Ez egy tudathasadásos személyiségnek a regénye, vagy a Kártyavár, ami egy társadalmi szatíra, a Timár Virgil fia, amely szintén egy lélektani alkotás, de kulcsregényként is olvasható, az Elza pilóta egy negatív utópia vagy antiutópia, és szintén híres és ismert a Halálfiai című társadalmi és családregény. A Babits életmű szerves részét képezik ugyanakkor a műfordítása is. Azt tudni kell róla, hogy ő az európai irodalmat eredetiben olvasta, és neki hála olyan nagy alkotókat olvashatunk magyarul, mint például Szofoklész, Dante, Shakespeare, Baudelaire, Goethe, Heine, Poe, Oscar Wilde. A Dante fordításai közül az Isteni színjáték fordítása olyan jelentős volt, hogy 1940-ben az olasz állam Sanremo díjjal tüntette ki. Számos esszét és tanulmányt írt, nagyon fontos megemlíteni a kiemelkedő jelentőségű az Európai Irodalom Története című munkáját. Egy egészen személyes jellegű irodalomtörténetet hozott létre. Babitsot induló költőként olyan filozófiai kérdések érdeklik, mint az ember és a világ, a szubjektum és az objektum viszonya, az élet és a halál, a megismerés és a kifejezhetőség lehetősége. Poetikai szempontból túl akar lépni a romantikus énlírán, amit a századforduló magyar költészete már egészen kimerített. Ennek a romantikus énlírának az a lényege, hogy a lírai én, mint versszervező áll a költemény középpontjában, és közvetlenül szólal meg. Babits ezt szeretné kiiktatni, ezt a vershelyzetet szeretné megváltoztatni, a lírai ént fogja kiiktatni a verseiben. A törekvése tehát egy objektív, egy tárgyas költészet létrehozása. És hogyha a világirodalmi előzményeit tekintjük, akkor ő nem a francia szimbolistáknak a követője lesz, sokkal inkább Mallarmé, Rilke, T.S. Eliot, Ezra Pound objektív lírai törekvéseit fogja folytatni. 1916-tól erősödik fel és válik egyértelművé a háború ellenesség a költészetében. Kétféle magatartást vállal. Az egyik az, hogy kiáltani kell, ami túlharsogja a háború borzalmait, a másik pedig erre a háborúra való reakció maga a csönd, ami a némaságával tüntet. A szenvedés és a halál a művészet és a költészet alapvető kérdései közé tartozik. Babits az élete végén a betegsége önkívületében és a halál közelében viszont már nem azt a kérdést teszi föl, hogy miért a szenvedés és miért a halál, sokkal inkább arra kérdez rá, hogy hogyan lehet ezeket emberi módon elviselni. Babits verses köteteit láthatjátok felsorolva a következő dián.
1909-ben született az első kötete, a Levelek írészkoszorújából. Ez a kötet tulajdonképpen a költői programját is kifejezi, vagy jelöli Babitsnak. És az utolsó kötete, az összes versek, az összegyűjtött versek 1938-ban jelenik meg. Kiemeltem itt nektek a második kötetből, a Herceg hát, ha megjön a tél is címűből, az Esti kérdés című verset. Ez a vers azért fontos, vagy azért jelentős, mert 2007 és 2013 között rendeztek egy konferencia sorozatot a 12 legszebb magyar vers címmel, és ez a 12 vers közé bekerült, beválogatták Babitsnak az Esti kérdés című versét is. Ezek 19-20. Századi olyan versek, amelyek irodalomtörténeti és oktatási szempontból is jelentősek. És egy érdekességgel zárnám a Babitsról szóló bevezető órát. Az esztergomi múzeumként is funkcionáló Babits Mihály emlékháznak az autogram falát láthatjátok. Esztergomban Babitséknak volt egy villájuk, ahol a nyarakat töltötték, és nagyon sokszor például itt szerkesztették a Nyugatot. És nagyon érdekes, hogy ezen a falon mennyi író, költő, művészember hagyta az aláírását Babitsnak, és ezáltal így nekünk is az utókornak. Én remélem, hogy sikerült fölkeltenem az érdeklődéseteket Babits Mihállyal kapcsolatban, hogy olvastok Babits verseket, és belenéztek Babits életművébe. A következő órán két versével fogunk megismerkedni. Sziasztok!